Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Családmeséink, az M2 Petőfi TV családi talkshowja. Legutóbbi adásunkban egy kicsit komolyabb fokozatba kapcsoltunk, hiszen olyan fiatal magyar tehetségeket és családi történetüket ismertük meg, akik feltették Magyarországot az autósport nemzetközi térképére. Mihálisz Norbi túrautó világbajnokkal nem csak rendkívüli pályájáról, de a legerősebb hátországáról, a családjáról is beszélgettünk. És megtudtuk azt is, hogy a szülei nélkül ma Keszthelyi Vivien Forma 3-as pilóta sem tart ott, ahol 19 évesen jár. Ha egy kicsit újra felpörgetnétek magatokat, keressétek fel a YouTube csatornánkat, és nézzétek vissza ezt az adrenalinnal teli adásunkat. A mai adásban viszont egy olyan vendégem lesz, aki nem a pályán, hanem a mai napig igazán a színpadon érzi elemében magát. Hogy kiről van szó? Azt most meg is mutatjuk nektek. Hűséges zenész, aki megalakulása óta tagja a legendás Omega zenekarnak. Játszott a Benkó Dixieland Bandben és a Proféta együttesben. Kossuth és Liszt Ferenc díjas billentyűs, aki meg annyi színházi előadás zenéjét is szerezte. Egy igazi művész, akit nem állíthat meg sem az idő, sem betegség. Aki őszintén vallja, élete minden nehézségét a zenének és a családjának köszönhetően győzte le. A Családmeséink stúdiójában Benkő László. Laci, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most egy nagyon rövid kisfilmet láttunk rólad, pedig azért bőven van mit felsorolni a pályádról. Úgyhogy valahonnan el is indulunk. Jó. De azért mindenek előtt az nagyon szembetűnő, hogy mióta Omega van, te azóta tagja vagy az együttesnek, ami azt gondolom, hogy főleg ebben a szakmában nagyon ritka, nem? Hiszen közel most már mennyiről, 60 évről beszélgetünk? Hát igen. Nem? Tényleg nagyon hosszú idő, nagyon küzdelmes. Mondhatnám azt, hogy egész kivételes, nem csak miattunk, hanem az akkori helyzetünk miatt is, a kezdéstől a mai napig, és innen még a jó Isten tudja, hogy meddig fogunk együtt játszani, remélem, hogy nagyon sokáig, mert ha az ember előre tudta volna, hogy ennyi ideig együtt vagyunk, akkor azt mondhatnám, hogy csomó dolgot másként kezeltünk volna, de erre nem lehet felkészülni. Persze. Amúgy ennyire hűséges típus vagy? Igen, tulajdonképpen igen, és az nagyon fontos, hogy tudja az ember a másiknak a kezét megfogni, és biztonságban érezze magát. Fiatalkorban pedig maga a játék volt hallatlan, elvarázsolt, mert egyszerűen mindegyik buli, amit kezdettől fogva játszottunk, az olyan volt, mintha életünkbe először mentünk volna, aztán másodszor, és megint kezdődik előről, és minden alkalommal jött valami nagy meglepetés, és aztán egyszer csak az egészben egy rendszer lett. És aztán abszolút az életeddé vált. De akkor most ugorjunk a kezdetekhez, ugye említettük itt a fiatalkort, hogy hogyan is lett belőled zenész? Engem egész korán, tehát az általános iskola a kezdéssel egy időben tanítottak és gyakoroltattak egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon jó tanárnővel, zongoratanárnővel. Úgy volt, hogy itt volt a zongora, a hátunk mögött pedig a nagy családi asztal a nagyszobába, és a családi asztalnak a sarkába oda le volt rakva egy nátpálca, aki így néz rám hátulról, azért, hogy tudjam, hogy és mit csinálja. És használták ezt a nátpálcát? És tulajdonképpen nem kellett, mert ez a tanárnő, aki négykezest játszott velem sokszor, csak azért, hogy együtt gyakoroljunk, és hogyha érezte, hogy egy kicsikét így leengedem valamelyiket, akkor hát csapott rá, hogy csak meg. Fölkaptam és kezdve. Így utólag az ember olyan mosolyogva gondol vissza, akkor meg halálosan komolyan vettem ezt az egész dolgot, és nagyon sok szerencséje volt az életemben, mert olyan emberek társaságában, olyan családi környezetben voltam, ahol a zenét eleve nagyon szerették. Volt egy nagynéném, aki zongoraművésznőnek készült, az is lett tulajdonképpen,
csak tanáremberként élte az életét, meg karnagyként. Magyarországon Sopronban lakott ő, mert ott volt egy szimfonikus zenekar, ahova hát a nagynéném miatt beengedtek, és én ott játszhattam ezt-azt, hogy aztán mit gondoltak a zenekari tagok, azt mondom, ne firtassuk, de nem mondtak semmi rosszat, mert szerettek, én meg élveztem. Itt jött a lelkes, tehetséges fiatal, azt gondolom, hogy akkor az csak támogatni és szeretni lehet. Igen. Hogy kerültél a Vigadó mellett volt egy étterem, és akkor onnan lehet a zongorista karrieredet datálni végül is? Tulajdonképpen igen. Valami történt a Dunakorzóban, mert úgy hívták, most is megvan. Azt hiszem, hogy a zongoristának valami komoly egészségügyi baja volt. Egyszer, azt már nem tudom, hogy rám kacsintott a szerencse, és valahogy azt mondták, hogy gyere fiam, és vizsgázz le, tudod ezeket a számokat, ez volt a mázlim, játsz le, és akkor esténként játszhatsz. Az apu engedélyével kellett a szülők engedélyehez. Az apu engedélyével boldogan játszottam este 6-tól, mit tudom én, 10-ig, 11-ig, és baromian élveztem. És aztán hogy jött az életedbe az Omega? Úgy volt, hogy apámnak a kívánsága vagy parancsa, hogy egyetemre kell mennem, és akkor a műszaki egyetem. Na most miután az apu is énekelt a budapesti kórusba. Bekerültem abba a közegbe, amit ha semmi más nem csinálsz, csak ott vagy közöttük, már akkor mindent élvezel. Olyan volt nekem már akkor a zeneakadémia, mint hogyha hazamentem. És úgy alakult a sorsom, hogy összeakadtam, pontosabban valahol össze futottunk a Benkó Sanyival, és abban az időben a Benkó Dixieland nagyon nagy nevű volt, még más ilyen Dixieland banda is, de a Benkó Dixieland az egy nagyon híres együttesé vált. És én voltam a zongoristája. Hát persze haverok lettünk, és azt mondta, hogy mindenki szabadon mozoghat. Egy feltétel van, hogy addig nem mehetsz el, ameddig magad helyért nem hozol másikat, ami neki megfelel. Egyszer csak hoztam egy olyat, ami a tanáronak megfelelt, és össze a lacikám, akkor szabad mehetsz. Szabad a pálya. És aztán egyszer csak, mikor a zenekarok már úgy összeálltak, a sorsunk úgy hozta, hogy bekerültünk az egyik egyetemi klubba, ilyen nagy klubba, de nem tudtuk, hogy milyen nevet adjunk magunknak, viszont azért a gondnok azért piszkált bennünket, hogy adjatok már magatoknak valamilyen nevet. Ami az, hogy zenekar játszik, és nem tudjuk kiírni, hogy milyen zenekar. Uh-huh. Jó, majd akkor a hétvégén mondjuk. Nem, még nem találtunk el, és ez így ment hétről hétre. Majd a fickó berágott, és mentünk föl ketten vagy hárman ugye próbára vagy előadásra, tök mindegy, és egyszer csak ilyen nagy táblára ízéve a csomagoló papíron az, hogy ma este az Omega zenekar játszik. Jézus Isten! Megszületett a zenekar. Igen, de mi azt hittük, hogy ki vagyunk rúgva. Ja, hogy azt hittetek, hogy nem ti vagytok. Nem, mi vagy. De végül is kaptatok egy olyan nevet, ami meg mára, hát már mióta, de hogy abszolút kultikussá vált, és egy olyan zenekar lettetek, hogy mindez egy csomagoló papírról indult. Igen. Most már, hogy ennyit beszéltünk akkor az Omegáról, és arról a bizonyos feelingről, nézzük is meg, hogy milyen egy jóféle Omega koncert hangulata.
Arról már beszélgettünk, Laci, hogy hűséges típus vagy, de inkább mindig a szakmai oldalról közelítettük meg ezt a kérdést. Viszont a magánéletben is az vagy, hiszen a feleségeddel, Zsuzsával több mint 50 éve vagytok házasok, ha igen, jól tudom. Igen, ez így van. Szerelem volt első látásra? Igen. És nem első látásra, hanem attól a pillanattól kezdve folyamatosan. Tehát de amikor először találkoztunk, ezt mondjuk egyébként tényleg első látásra, de hogy nem volt utána szünet, és hogy majd egy-két hét múlva találkozunk, hanem Zamárdiban voltunk, összetalálkoztunk, ott volt az egész család, és az a nap meghatározó volt. Sokáig, tehát úgy értem, hogy jó pár évig jártunk együtt, és aztán utána természetesen megnősültem. De titokban volt ez az esküvő, ha jól igen tudom, ugye? Talán azt mondom, hogy egy kicsikét féltünk elmondani otthon, hogy mi lesz, mert hogy elég fiatalok voltunk mi ahhoz, hogy ilyen elhatározásra és cselekvésre készüljünk. Megcsináltuk titokban, és aztán, mikor már minden rendeződött valamilyen formában, akkor egyszer csak oda mentünk. És mit szóltak a szülők? És bemondtuk azt, hogy jöhet az egyházi esküvő. Némi is értettség azért volt a dolog hátterében, hogy mit képzelünk. Ez egy dolog, de nagyon nagy mázlink volt, mert a apai ágon nálam az egyik nagybátyám, az egy nagyon híres, jó nevű, magasrangú pap volt. És akkor elmentünk oda, megsúgtuk neki, hogy ő celebrálja ezt az egész dolgot. Megtette, és ott volt a mind a két család, meg ez az egész akkor dolog. Akkor azért nagyon szép családias körülmények között igen, sikerült azt nagyon, az esküvőt nagyon is. És a feleségednek azért nagyon sok mindent köszönhetsz, azt nyilatkoztad korábban, hogy ő a legnagyobb támaszod. Mi az, ami emögött az 50 év mögött van? Mostanában azért jóval többet, a kelletténél többet gondolkozom azon, hogy mit csináltam jól, meg mit nem, meg mit tudom én. És miután tanárember, amin én így átröpülnék, így át... Művészember létére, nem az ember egy kicsit olyan... Igen, pontosan. Repülősebb. Igen, és ezt mindig tudta korrigálni, vagy helyre rántott. Ezzel együtt nagyon sok kifogásom van magammal szemben, mert bizonyos dolgokat ki kellett volna jobban domborítani. Most itt nem csak a zenére gondolkozom, hanem millió másra. Aztán később a sorsunk úgy hozta, hogy mellette galériát hoztunk létre Budapesten. Viszont egy picit visszakanyarodva a igen családi életetekhez, most jelenleg, vagy hát az elmúlt időszakban ugye azért a legnagyobb harcot vívod az egyik legrettegettebb betegséggel, amiről te elég nyíltan és őszintén beszélsz. Ebben azért azt gondolom, hogy a családod nélkül nem lennél talán ennyire erős, nem? Miben nyújtanak ők a legnagyobb támaszt, hiszen már nem csak édesapa vagy, de nagypapa is lettél. Igen. Abban, hogy érzed azt a biztonságot és azt a hátteret, ami teljesen minden megjátszás és minden hamis viselkedés helyett abszolút fixen ott áll, és megmondja, hogy mit lát rajtam, hogyan viszonyulok ezekhez a dolgokhoz, mert ezek tényleg nagyon kemény, ez nagyon kemény feladat és nagyon nagy megpróbáltatása. Az ember nem tudja ezeknél a dolgoknál, ameddig valamilyen módon nem kerül ehhez akarva-akaratlanul közelébe, hogy tulajdonképpen mi minden van itt benn, amit addig nem használsz, csak amikor szembe kerülsz vele, és meghatározhatatlan annak az intervalluma, hogy ez most egy év, két év, tíz év, vagy akárhennyi, amiből aztán úgy jössz ki, jó, azt mondod, hogy ezt is megúsztam. Hát azért ennél ez sokkal súlyosabb, hogy megúsztam, és át kell gondolni, hogy mi, mitől és meddig tart. Ők hogy fogadták a hírt, amikor megtudták? Most az egészben az volt, hogy én magam se gondoltam, hogy ennyire következetes
ezeken tudom végigvinni a lépéseket, amit tanácsoltak. A többiek, és itt látszik az összetartozásnak és az emberi szeretetnek és a jóindulatnak igazán az összes ilyen aláhúzható jele. Azért, mert látszott mindegyiken annélkül, hogy mondta volna, mondta is természetesen, az aggódás és az a magával is elgondolkoztató izé, hogy ez most tele van, de tulajdonképpen mindegyikünkre rákerülhet valamikor a sor. A színpad még különösen fontos ehhez, mert ott nem játszhatja el az ember azt, hogy ja Istenem, meg nem. Nem, meg hát az nyilván egy másfajta erőt ad ilyenkor az embernek, de erről nem sokára beszélgetünk. Csak egy picit most kikacsintunk, hiszen nem te vagy az egyetlen olyan magyar híresség, aki felvette a kesztyűt ebben a harcban, de még neked a zene, Barzsai Károly boxolónak a család mellett a sport volt az, ami erőt adott a csatához. Most ismerjük meg az ő történetét, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést. Barzsai Károly egykori profi ökölvívó, ma sikeres edző és szövetségi kapitány, akit az élet kétszer is próbára tett. Mindkétszer legyőzte a rákot. A mostani időszakot pedig egy szóval így jellemzi. Álom. Karesznek köszönhetően a Budapesti Honvéd Sportegyesületben az ökölvívás, ami több mint 30 éve nem volt jelen, most ismét otthont kapott. Mindig azt éreztem, hogy egyszer én szeretnék egy saját bázist, ahova nap minap lemegyek, ahol én alakítom ki a környezetemet, én választhatom meg, hogy kivel szeretnék dolgozni, és bíztam benne, hogy olyan versenyzőkkel fogok tudni majd dolgozni, akik hasonló értékrenddel rendelkeznek, és hasonló célokkal és életfelfogással rendelkeznek, mint amilyennel én rendelkeztem, vagy amilyen az én hitvallásom, hogyha lehet ilyen nagy szavakat használni. Üdvéken most így jó! Ami így különbözteti a többi magyar edzőtől, az talán az a tapasztalat, amit hozott a profi pályafutásából. Amint ő megtanult, azt próbálja nekünk ugyanúgy átadni, és mindent megtesz azért, hogy mi is a legsikeresebbek legyünk. A Barzsai család egész élete a sportról szól. Károly felesége egykori válogatott tornász, most edző. Egyik gyermekük szintén a tornát, a másik pedig az öttusát választotta. Mindketten halmozzák az érmeket. Ők ezt látták, ebben nőttek föl, nekik természetes az, hogyha valakinek egy olimpia, hiába 10-12 éves egy olimpia az élet célja. Folyamatosan, hát most nem azt mondom, szakmázunk otthon a feleségemmel, de ő is elmondja az ő célkitűzéseit, és hogy mit értek el, vagy milyen kudarc érte őket nap mint nap edzésen. Elmondom én is az enyémet. Természetesen a családi élet, és hogy esetleg nyaralni, vagy a gyerekekkel, mikor milyen világvégi vidámparkba, vagy valami nyaralásra fogunk elmenni, hát persze, ez is benne van, de borzasztó érdekes, hogy most már az egész családi nyaralás, most már négyféle, vagy illetve három felé kell, vagy három dolog miatt kell beosztani, mert a kicsinek is a verseny naptára, a Hannának, ugye az a nagy, a kicsi a Jászmin, az öttusa, a nagy a Hanna, ugye a torna, az együtt van a feleségemmel versenynaptár, illetve az enyémet kell alkalmazkodni. Úgyhogy majd valahogy besúvasztjuk, hogy valamikor esetleg így kikapcsolódunk így négyen, és akkor elmegyünk pihenni. Igazi pihenésből most sem jutott sok. Karesznál ugyanis 2014-ben diagnosztizáltak nyirokmirigyrákot, ami egy sikeres kezelés után pár évvel később ismét megjelent. Akkor már egy jóval komolyabb kezelés jött. De hogy az ökölvívó szavaival éljünk, végül kiütötte a rákot. Ezeket a krízis helyzeteket, ugye, amiben itt voltam, mindig próbáltam úgy átélni, vagy mindig abban menekültem én előre, hogy a jövőmet terveztem. Amikor elkezdtünk úgy tényleg együtt dolgozni, akkor láttuk rajta, hogy eléggé rossz állapotban, és ez csak motivált minket, hogy már csak azért is megteszünk mindent, hogy ő érte is küzdöttünk, úgymond. Ezt az egész kórházos dolgot meg lemenedzselni, ez megint csak a feleségemnek a nehézsége volt, ugye a két gyerek, edzés, meg még pluszba hozzám néha bejárkálni.
azért az óriási meló volt, és borzasztó nehéz volt. Első szakaszban, ugye, amikor még csak kemoterápia volt, akkor nem voltam kórházban, hanem ugye a nappali, meg az ambulancián én megkaptam ugye a gyógyszereket, és akkor otthon voltam 4-5 napig, amikor ugye még rosszul van az ember, meg ugye a haja kihullik, stb. De utána én két kezelés között volt 3 hét, én akkor dolgoztam. Tehát én versenyre jártam, illetve edzőtáborokba jártam, és akkor megint kaptam egy 2 napos kezelést, akkor megint 3 hét, vagy egy 4-5 napig otthon feküdtem, aztán én mentem a dolgomra. Őket az elején egy kicsit megrimisztettem, mert 3-4 hétig viszonylag rosszul voltam, de utána úgy beállt ez az egész. Aztán most ugye 4-4, majdnem 5 évvel később, amikor ez megint jött, és amikor már ilyen több hetes kórházas bentfekvés volt, meg ugye volt a steril szoba, ami kicsit hosszabb volt, meg otthon volt, akkor már kicsit tudatosabban hozzájuk tudtunk állni, illetve jobban el tudtuk nekik mondani, hogy figyelj, apának megint nem lesz haja, viszont most egy kicsit többet lesz kórházba, de előttük mindig pozitívan álltunk az egészhez, és olyan nagy drámát nem mutattunk, és akkor ők is valahogy ezt jobban viselték. Most már nem azt mondtam, hogy nekem volt a legkönnyebb dolgom, mert én csak ott bent henyeréztem, és akkor néha kaptam valami, nem néha, mert ugye sokszor kaptam valami gyógyszert, aztán néha rosszul voltam, néha nem, de nekem igazán ezzel olyan nagy feladatom nem volt. Én ezen túl vagyok, ezt így letudtam, és én ezzel már nem gondolkodom, hogy ez rizikófaktor lenne egyébként. Nem görcsölök azon, hogy úristen, mi van, ha visszajön? Nem fog visszajönni, mert ez a kezelés, amit most kaptam, ez a legjobb gyakorlatilag a világon, és valószínű, hogy ezzel én nekem már nem kell többet foglalkoznom. Tehát én építem ezt, tervezek 24-re, ugye a párizsi olimpiára, ezekkel a fiatalokkal, és én innentől kezdve élem tovább az életem. Nyilvánvaló, hogy 2-3 hetente kontrollra kell járnom, nyilván majd az is ritkulni fog, de én ezzel már nem foglalkozom sokat. Beszéltünk arról, hogy a családod hogy fogadta a hírt, amikor kiderült, hogy daganat van a májadon, de te hogy reagáltál? Hát az egész, ha mondhatom, tulajdonképpen nagyon vicces volt. Dacára annak, hogy hol kötöttem ki. Német-svájci turné volt, Omegával természetesen, és mentünk, jó kedvünk volt, majd délután ugye soundcheck, próbálunk, este meg előadás van, és olyan hülyén éreztem magam, de nem tudom miért, meghúztam magam, vagy valami ilyesmi, és a sógorom, a feleségemnek a testvére, aki egy nagy nevű orvos. Fölhívtam, mondom, Gyuri, hülyén érzem magam, mi lehet ez? Hát én nem tudom telefonon, de van ott ród, technikus minden, meg egy centiméter kéne. Mondom, oké, rendben van, miért? De hangosíts ki, és azt mondja, ide rakja a centimétert, ide 12 centiméter, nézzétek, ott nyom meg. Ide rakja egy izét, ott nyom meg, itt nyom meg, ott nyom meg. Azt mondja, szerintem nincsen a szívednek semmi baja, de tudod mit, mikor jöttök haza? Hát mondom, 1 vagy 2 nap múlva már lemegy, és már otthon vagyok. Akkor adok egy beutalót, jön a doktor úr, 5-4 speciál nem ismertem, és aztán így ki megnéztem, azt mondja, jó, oké, rendben van, akkor vetkőzzön. Mi? Elvették a cipőmet, a telefonomat, mindent égvilágon, és aztán oda feküdjön be. Mert nekem dolgom van, ne tessék haragudni, azt mondja, nekem is, de nekem magával. Úgyhogy aztán nem mentem sehova, és ott láttam, mindjárt betoltak, CT, és jönnek, és aztán gratulálok, maga a szívének semmi baja nincs. Áj, de baró, ez az izé van. Na, és akkor a cipőmet, az arról szó nincsen, mert most a tüdejét nézzük meg. És akkor jött egy... Megint betoltak. Megint. Hát jó, hát a tüdővel semmi az égvilág. Harmadik alkalommal ugyanez, de már akkor idáig ért a szám. És azt mondja, hát ez most nem sikerült olyan jól, miért, mi lehet? Azt mondja, maga rákos. Hát ez az, amikor ugyanúgy, ahogy most így megdöbbentél.
ugyanez volt velem, és úgy végig szaladtam, hogy hú, de nekem mennyi dolgom van még, nekem mit kell csinálni. Hogy mit él meg az ember, hogy gondolkozza, az szerintem annyi variáció, ahány ember van. Két egyforma nincsen. De elhatároztam, hogy ezt végig kell vinni. Neked a zene, meg a második családod, arról beszéltünk már, hogy az első családod mennyire, igen, mennyire nagy segítség és támasz neked ezekben a pillanatokban is. A színpad, amikor ott vagy, és amikor zenész, hiszen a műtét után is, ami ugye már több mint két éve volt, ha jól tudom, viszonylag hamar visszamentél zenélni. De hogyne. Az milyen terápia, vagy az milyen erőt ad? Fantasztikus. Mert amikor fönn vagy már a színpadon, az körülbelül csak onnan a szélétől mondjuk összesen 5 lépcső. És az ott az 5 lépcső felmenet alatt átalakulsz. Mire beérsz a hangszerethez, az adrenalin már fölmegy, és ez egészen addig tart, ameddig le nem jössz. Lejössz, és utána egy kicsikét átgondoljuk mindannyian, hogy ma ez milyen volt, olyan volt, és nem lehet ebből a körből kívekerülni. Tehát ez az az egyetlen egy, ami értelmet ad az életnek. Olyan nincsen, hogy valakinek soha semmi baja ne legyen. Egyszerűen számolni kell azzal, hogy lehet, hogy valami történik, de szerencsés vagyok, ha nem történik. És ezt el kell fogadni. De ezeket be kell építeni az ember tudatalattiába, és ezért fontos az, hogy bármit mondanak, minden, az volt az egyetlen egy kérésem, akármi történik velem, az előadásokat azt valahogy úgy hozzuk össze, hogy el tudjak menni mindenhová. Az egész életemben egy előadás kivételével, most, hogy így visszaszámoltunk, mindig minden előadást megtartottunk. Laci, és az unokáid mennyi erőt adnak neked? Milyen nagypapa vagy? Én imádom őket, hát ez teljesen természetes. Ők meg szeretnek, és ez így van rendjén. Van valamilyen közös nagypapás program? Van. A zenében is, meg a képzőművészetben. Tényleg? Hogyne, persze. Mi az, amit jelenleg kívánnál magadnak, mind a magánéletben, egészségügyileg, szakmailag? Mik azok a célok, amiket még el szeretnél érni, vagy kívánságok? Talán a legfontosabb az, hogy egészen tisztán lássam az egész pályámnak a lényegét, és a teljesítménynek a pozitív dolgait, mert ezt nem tudja az ember eldönteni, és nagyon sokszor azt tesz észre, hogy amivel elégedetlen, az tulajdonképpen másnak nem azt jelenti. Viszont nem tudok megszabadulni tőle. Tudom, hogy rosszul hangzik az, hogy elégedetlen az ember, na de az pont azért van, hogy korrigálja azt, amit tapasztalt az előző években, és sajnos megszenvedek azért, hogy akkor azt nem úgy csináltam, mint ahogy most gondolom. Van egy nagyon furcsa ilyen belső kényszerem, hogy most ebben az időszakban, amikor ezt végigéltem, hogy kettő Benkő Laci lett belőlem. Van egyszer itt ül, és van fölöttem még egy, amelyik azt nézi, hogy ez mit csinál. És miközben azt csinálom, fentről meg jön valami olyan halk suttogás, hogy hülye vagy? Ezt nem így kéne csinálni. De már akkor elmúlt, mert csak arra tudsz rátapintani, ami ott van kéz közelben. Hát akkor mi mind a két Benkő Lacinak ehhez nagy erőt kívánunk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és további jó egészséget és sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. Tartsatok velem jövő hét pénteken is, amikor a házasság hete apropóján megismerjük majd a rendezvény sorozat idei arcait, a stúdióban pedig Antal Timi és párja, Demkó Gergő mesélnek majd házasságról, szülővé válásról és persze közös zenei projektjeikről. Sziasztok! Thank you.